Isten hozott a sivatagban, uram. Ebben a gyakorló küldetésben elsajátíthatod azokat az alapvető technikákat, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy felépíthesd és működtethesd a kastélyodat. Első feladatod, hogy megfelelő helyet találj az építkezéshez. A térkép tovább görgetéséhez csak húzd az egeret a képernyő szélére, a kívánt irányba. Az első és legfontosabb dolgod, hogy megtaláld kastélyod számára a legmegfelelőbb helyet. A bal egérgombbal kattints az udvarház képére, majd keress egy sík és üres területet a térképen. Addig mozgasd a főképernyő kiszemelt pontja körül az egeret, amíg meg nem jelenik a vártorony. Ha elégedett vagy az épület pozíciójával, kattints egyet a bal egérgombbal, és véglegesítsd a döntésed. A faanyag automatikusan átkerül a raktáradba. Így most már rendelkezésedre áll az építkezéshez. Az udvarház és a raktár mellett egy tábortűznek is kell lennie a térképen. Ha megvan, irányítsd rá az egeret. A megjelenő fénykör mutatja a népesség gyarapodását. Minél népszerűbb vagy az emberek körében, annál gyorsabban gyarapodik a népesség szám. Minden egyes alkalommal, amikor a kijelző egy teljes kört megtesz, egy újabb paraszt érkezik, és addig áll a tűz közelében, amíg ki nem osztanak rá valamilyen feladatot. Ha a népességjelző fénykör színe pirosra vált, akkor népszerűtlen vagy az emberek körében. Ilyenkor a fénykör azt jelzi, hogy a sorsukkal elégedetlen parasztok milyen gyorsan távoznak kastélyodból. A képernyő bal felső sarkában láthatod, hogy jelenleg még rengeteg élelmiszer áll rendelkezésedre a kezdőkészletedből. Ahhoz viszont, hogy ebből ehető étel legyen, szükséged lesz egy magtárra. A bal egérgombbal kattints a magtár épületére, majd vidd az egeret a térképre valahová az udvarház közelébe. Amint megjelenik a magtár képe, a bal egérgombra kattintva megépítheted. Amint elkészült az új magtár, a kezdőkészleted részét képező élelmiszerek azonnal átkerülnek oda. Most már parasztjaidnak rengeteg élelem áll a rendelkezésére, és nem fognak éhezni. A jobb egérgombra kattintva nyisd meg az épületmódot, majd a bal egérgombbal kattints az újonnan felépített magtárra, mire azonnal megnyílik a magtárpanel. Rendben. Ezen a panelen követheted nyomon élelmiszer készleteid alakulását, és szintén itt szabályozhatod a napi fejadagok mértékét is. A panel jobb szélén 5 tányér található, mindegyiken különböző mennyiségű étel. Ezek a tányérok jelképezik a különböző fejadagokat, a nincs fejadagtól egészen a dupla fejadagig. Jelenleg a napi fejadagok az alapértelmezésként is használt teljes fejadagra vannak állítva. Kattints a bal egérgombbal a legjobban megrakott tányérra, hogy dupla fejadagra állítsd embereid napi élelmiszer adagját. Nagy lelkűséged jutalmául hónapról hónapra egyre csak nő a népszerűséged, és a népszerűséget jelző ikon egy mosolygó arccá változik. A dolog egyetlen hátulütője, hogy így kétszer olyan gyorsan éled fel élelmiszerkészleteidet, mint azelőtt. A fogyasztás ütemét a magtár panelen látható oszlopmérce segítségével követheted nyomon, vagy egyszerűen megnézed a térképen, hogy mennyi élelmiszer fogy a magtárból. Most a jobb egérgombra kattintva lépj ki a magtárból, és a bal egérgombbal kattints az udvarházadra. A megnyíló vártorony panelen vannak felsorolva az adózás adatai, és természetesen itt adhatod meg a parasztokra kivetett adó mértékét is. Az adó mértéke nagyon széles skálán mozoghat, a nagylelkű hozzájárulástól egészen a kegyetlenül magas adóig. Az adó mértéke jelenleg az alapértelmezett szintre van beállítva, azaz nincs adó. Így tehát jelenleg se nem nyersz, se nem vesztesz pénzt az adózással. A bal egérgombbal addig kattingass a jobb oldali nyírra, amíg az adó mértéke el nem éri a gonosz szintet. Most ugyan havonta csörgedezik némi pénz a kincstárba, népszerűségeden azonban súlyos csorba esett a kivetett adó mértéke miatt. Remek!
Az írnoktól tudhatod meg, hogy hogy áll népszerűséged, mennyi arany van a kincstárban, és mekkora a népesség. Népszerűségedet arc kifejezése jelzi. Az írnok kezében tartott könyvből lehet megtudni minden igazán fontos dolgot településeddel kapcsolatban. A lap tetején szereplő szám mutatja népszerűségedet. A bal egérgombbal kattints a könyvre. A könyvre kattintva megnyílik a jelentés panel. Most a bal egérgombbal kattints a népszerűség ikonra. Itt láthatod, hogy intézkedéseid hogyan érintik népszerűségedet a következő hónapban. A népszerűségedet leginkább befolyásoló két tényező a kivetett adó mértéke, valamint a fejedagok nagysága. 50 pont feletti népszerűségnél az emberek jönnek a kastélyodba. 50 pont alatti népszerűség esetén viszont az emberek elhagyják a kastélyt. Most mind az adó, mind a fejedagok mértékét visszaállítjuk az eredeti szintre. Ismételten rákattintva a jobb egérgombra, kiléphetsz a jelentést. Már tudod, hogyan kell épületeket felhúzni, az adó, a fejadagok és a népszerűség mértékét változtatni. Most akkor nézzük meg, hogyan terjesztheted kijebb településeid határait. A képernyő bal alsó sarkában 6 kis pajzs ikon található. Ezek az épület kategória ikonok, és ezek reprezentálják a főbb épület típusokat. Az egyes kategóriákba tartozó épületek képe a kategória jelző ikonok felett megjelenő listán láthatóak. Vidd az egeret ezek fölé a pajzs ikonok fölé. A kijelöléssel egy időben a pajzsok felett megjelenik az épületválasztó lista és az adott kategória neve. A bal egérgombbal kattints az ipari épületek kategóriáját jelképező kalapács ikonra. A felgördülő menüben kattints a favágókunyhóra, majd építs 4 favágókunyhót az erdő közelébe. Az építkezés befejezéséhez kattints a jobb egérgombra. Kitűnő! Látni fogod, hogy az eddig a tűz körül tétlenül áldogáló parasztok közül 4 favágókká lesznek, és azon nyomban neki is látnak a munkának. Hamarosan rönkfákkal gazdagodik a raktárkészlet. Ahogy településed nő, tovább kell növelned az élelmiszer készleteidet is. Ehhez kattints a bal egérgombbal a magtár épületére. A még raktáron lévő élelmiszer mennyisége abszolút egységekben, és az aktuális fogyasztást figyelembe véve, havi adagokban is megvan adva. A jobb egérgombra kattintva kiléphetsz a magtárpanelből. A bal egérgombbal kattints a mezőgazdasági épületeket reprezentáló alma ikonra. Helyezd el a térképen 4 vadászkaibát, és a megmaradt parasztok elindulnak vadászni. Kiváló! Ahogy a vadászok a sikeres vadászatot követően elkészítik a húst, a zsákmányt lerakják a magtárba. Mindig gondoskodj róla, hogy elegendő élelmiszer legyen raktáron. Az írnok jelentésének alján látható szám a népességet, a mellette lévő szám pedig a rendelkezésre álló lakóházak számát jelenti. Ez esetünkben 8/8, ami azt jelenti, hogy az udvarházban már több embert nem lehet elszállásolni. Kattints a városi épületek kategóriáját jelképező ház ikonra, és építs egy kunyhót. Ezt még most, amint elkészül a kunyhó, a szálláshelyek száma nőni fog, és végre semmi akadálya, hogy településed lélekszáma tovább gyarapodjon. Minden egyes kunyhóban 8 ember fér el. A lakosság szépen gyarapszik, de ne feledd, hogy vele együtt nő az éhes szájak száma is. Most pedig áttekintünk néhány egyéb irányítási funkciót, amelyek nagyon hasznosak a játék során.
A térkép elforgatásához vidd az egeret a képernyő közepére, majd nyomd le és tartsd lenyomva a jobb egérgombot. Ekkor megjelennek a kamera kezelőfelület ikonjai. Most húzd az egeret felfelé a forgatás ikonra. A lépték növeléséhez, távolodáshoz, ismét tartsd lenyomva a jobb egérgombot, majd húzd jobbra az egeret a távolodás ikonra. A lépték csökkentéséhez, közelítéshez, ismételd meg a műveletet. Az úgynevezett lapított módhoz ismét csak nyomd le a jobb egérgombot. Húzd az egeret balra, a képernyő lapítás ikonra, majd engedd fel a gombot. A normál megjelenítési módba való visszatéréshez ismételd meg a műveletet. Egyébként a szóközbillentyű lenyomásával bármikor aktiválhatod a lapított megjelenítési módot. Most ismételten nyomd le és tartsd lenyomva a jobb egérgombot, amíg meg nem jelennek a kamera kezelőfelület ikonjai. Most lefelé húzd az egeret, a csúcs ikonra. Ennek hatására a magas terep tárgyak és építmények, mint például a hegyek, tornyok és várfalak összezsugorodnak, lehetővé téve, hogy mögéjük pillanthass. A gomb felengedésével minden visszaáll az eredeti állapotába. Gyakorló küldetés teljesítve. Gratulálunk! Sikeresen teljesítetted a gyakorló küldetést. Most már felkészültél, hogy belevágj az első keresztes hadjárat küldetésbe. Szeretnél tovább játszani ezen a térképen?